Ti nem akartok semmi rosszat. Isten akartok rá. De nincs, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Mindig hálaadó szentmisével kezdik a jubileumi ünnepséget, amelyet Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök tart. Ő szentelte fel az intézményt az első évben. 30 évvel ezelőtt a templomot nem lebontották, nem megszüntették, hanem átépítették, hogy valóban iskola legyen, és valóban értéket őrizzen. És ezt szeretném megköszönni. Az eseményen Potápi Árpád János, Tolna vármegye második számú választókerületének országgyűlési képviselője, nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében kiemelte a keresztény hit megerősítésének fontosságát. Potápi Árpád János szerint európai értékrend és nemzeti eszme e kettő kell legyen a mai iskoláknak a fő hivatása, amelyre lehet építeni, amelyből lehetett erőt meríteni a múltban, lehet erőt meríteni a jelenben és a jövőben egyaránt. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy voltunk, vagyunk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy legyünk is az elkövetkezendő években. 1994-ben indult az iskola, akkor nyitotta meg kapuit, augusztus 20-án. Takács József volt az első igazgató, aki átvette ezeket a kulcsokat. Az ötlet 1990-ben fogalmazódott meg, majd az előmunkákat követően egy év alatt épült meg a templom általános iskola. Óriási öröm és egy óriási sikernek könyveljük mi el, mert 30 évvel ezelőtt, nem 30, már 32, 35 éve, mikor mi azon álmodoztunk, hogy a lerobbant evangélikus templomból, ami már tényleg romokban volt, hogy abból is eszünkbe jut, és az elődömnek eszébe jutott ez az ötlet, hogy egy iskolát kéne ebből csinálni. Hát ezt mindenki elutasította meg, azt hitték, hogy mi bolondok vagyunk. A 610 lélekszámú településnek ez az iskola a jelene és a jövője.